Tisztelt, és szeretettel köszöntök mindenkit Baján. Mint a szokásos, darma beszédünk kezdetén énekeljük el az Óm Nám mantrát hétszer, amely a tiszta univerzum mantrája. Közösen. Om. Köszönöm szépen. Előfordult már veled, hogy leültél egy magányos, szabad pillanatban, és egyszer csak ráébredtél, hogy nem gondolkodtál egy darabig. Hogy csodálkoztál-e, vagy csak elbambultál, ezt már nem lehet tudni két gondolat között voltál, és így megszűnt az időnek az a kattogó, kelepelő zaja, ami mindig ott van a háttérben, hogy most időben odaérjek valahova. Hogy annyi időt töltsek egy helyen, amennyi éppen van. Nem volt sem jó, sem rossz képzeted, bár hallottad a hangokat, és láttad a látványt. vagy te két gondolat között? Mindig gondolkodunk, és magunkról és másokról képeket alkotunk, és nem csak képeket, hanem véleményeket, ítéletet, és egyéb képzeteket. Kiderül, hogy az önképünk is a gondolkodás terméke. Az a hitrendszer, aminek az eredménye te vagy, sok-sok döntés és azonosulás eredménye. Gondolkodom, tehát vagyok, mondta Descartes több száz évvel ezelőtt. Nem gondolkodom, tehát valaki azt mondta, hogy nem vagyok. Leteszteljük a mondatot. Tisztán látsz? Tisztán hallasz? Ha igaz lenne, amit mosolygós közönségünk mondott, akkor az ütés pillanatában meghaltál volna. Mert az ütés pillanatában a gondolkodás elé visszatérített az éles hang, amikor csak annyi volt a tudatodban, hogy. Ta! És innentől kezdve az, hogy gondolkodom, tehát vagyok, az úgy módosul, hogy gondolkodom, tehát képet alkotok. Képet alkotok magamról, van egy én élményem. Képet alkotok a másikról, van a másik emberről egy elképzelésem. És ez az elképzelés nagyon gyakran nem egyezik a valósággal. Nem egyezik azzal, ahogy a másik ember tényleg van. Nem egyezik azzal, amit én szeretnék, mert a másik ember pont ilyen. Éppen ilyen. De látom-e őt úgy, ahogy ő tényleg létezik, vagy csak a róla alkotott képet szeretném bedörgölni, hogy igen, ez az igaz, ahogy én látlak. Ahogy én rádvetítem a véleményemet. A meditáció azt jelenti, hogy az energiádat befelé fordítod, a tudatos, akaratlagos fogalomalkotást felfüggeszted, a szándékos megkülönböztetést, ítéletalkotást megszünteted, nem mész vissza a múltba vagy előre a jövőbe, és nem tételezel egy alternatív vélemény által teremtett jelent sem. A gyémánt szútra így szól. A múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Hát ez nem kis fejtörést okozott annak idején Koreában, amikor nagyon keményen gyakoroltunk, és Sung tanítását minden nap hallgattuk. Ő följött reggel nyolcra a darmaterembe, addigra már lezajlott a gyakorlás reggeli és munka, negyed-ötkor szoktunk akkor kezdeni, és végigvittük a reggelt. A tanítását azt sikerült teljes éberséggel meghallgatni, és ő minden kérdésre válaszolt. De soha nem vette el a te munkádat. És amikor megkérdeztem egyszer, hogy mit jelent az, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést, akkor azzal a mosolyjal és együttérző bölcsességgel és szilárd jelenléttel, ami csak az ővé volt, azt mondta, amikor nem gondolkodsz, hol van a múlt, a jelen és a jövő. És akkor, hogyha tényleg megvan a meditáció, mint a jól előkészített talaj, akkor ez a bölcsesség megfelelő helyre jut benned. Elkezd kihajtani, mint a realizációnak a kicsi magva, és rájössz arra, amit az avatamszaka szútra is mond, hogyha meg akarod érteni a világegyetemnek a természetét, akkor fogd fel úgy, lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Na most mi a tudat? Ehhez legalább annyi ismérvés, és tanítás csatlakozik keleten, mint amennyi teológia az Isten képéhez nyugaton. És éppen ezért a zen él négy komoly alapelvvel. Az egyik, hogy ne támaszkodj ezekre az írásokra. Ne támaszkodj mások gondolataira, hiszen azok csak véleményeket, vagy esetleg tapasztalatokat közölnek, amelyek nem a tieid. A helyes tanítás elvezet a szóbeliség határáig. Elvezet a képzetalkotás határáig, ahonnan már csak a tapasztalat vihet tovább. A helyes tanítás nem akar szavakat behelyettesíteni a tapasztalat helyére. Nem akarja gondolatokkal kiváltani a valóságot. Nem akarja a szakácskönyvet megetetni veled a vacsora helyett. És éppen ezért, amikor felteszed azt a kérdést, hogy mi a tudat, akkor már a zen második alapelvét is elkezded művelni. Az első az volt, hogy ne támaszkodj az írásokra. A második az, hogy közvetlenül a tudatra irányulsz. Ez nálunk a nagy kérdés, koreolhadó, hogy mi ez? Mi ez a tudat? Mi ez, ami lát a szememmel? Hall a fülemmel? Érez a szívemmel? Gondolkodik az elmémmel, és... Ki mondja belül azt, hogy én? Az az érdekes, hogy ez a tudat az önkép nélkül is nagyon jól megvan. Csak ezt nem hisszük el. Tehát amíg egy gyönyörű meditatív pillanatban egy egyévvállás tapasztalat morzsája birtokában, ki nem derül, hogy ez az önkép, ez jön és megy, de ami látja, az nem jön és nem megy, addig azt hisszük, hogy mi semmivé válunk két gondolat között, mert Kartéziusz mester ugye ezt mondotta az egyik mondatával, hogy gondolkodom, tehát vagyok. És amikor visszatérsz a gondolkodás elé, akkor látod azt, hogy az önképed a gondolkodás terméke. Néha a tiéd, néha a másé. De a gondolkodás hozza létre azt, akinek te tudod, érzed, vallod magad. Ezért van ekkora szerepe a hitrendszernek, az értékrendnek és az életrendnek. A hitrendszeredből következik az, hogy te mit és kit tartasz értékesnek. Az értékrendedből következik az, hogy te milyen életrendben élsz, hogy foglalkozol-e mondjuk a tudatod tisztaságával, mert a zen harmadik alapelve gyönyörűen kimondja, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával, azaz ezzel. Mert amikor a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs önkép, nincs annak a hiánya sem, nincs tér és nincs idő, mert abban a pillanatban nem tudtál térélményt és időélményt létrehozni a saját elméddel. Miért érdemes erre a nullpontra visszajönni? Azért, mert innen tiszta a teremtés. A gondolkodás előtti tudat az a teremtetlen állapot, tehát a teremtő pozíciója. Az, amikor te még nem vagy senki, vagy már nem vagy senki, és ebből tudod megépíteni azt a világot, beleértve önmagadat, amelyet másnak is szánsz, nem csak saját részedre. Ez egyéni karmaként elég jól elképzelhető. Páros karmaként már egy kicsikét érzékenyebb. Ezt úgy hívjuk, hogy kölcsönös társteremtés. Páros karma esetében az a kérdés, hogy te milyennek teremted meg a társadat, és ő milyennek teremt meg téged, csak a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a beszédünkkel, a cselekedetünkkel, az érzékszervi hatásokkal, legyen az egy rózsa, vagy pedig egy gombostű a szívet közepén. Ezzel teremtjük egymást. Mert a tudat teremtése, és itt azért kiderül, hogy ez a tudat nem áll le az agykéregnél, ez nem pusztán nekünk szól, mi csináljuk, viszont 8 milliárd környéki tudat dolgozik csak ezen a Földön, emberi testben. És a tudat még itt nem áll meg, mert ugye szépen az alsóbb birodalmakba, ha egyet ugye belepillantunk, az állatvilágot látjuk. A felsőbbbe, hogyha transzcendes szemmel belepillantunk, nagyon sok mindent láthatunk. Tehát a látható és a láthatatlan egy térben, egy időpillanatban létezik. És a tudat működik mindegyikben. Csak az egyikben testhez kötötten, ez az érzékszervi világ, a másikban test nélkül. De a működés törvénye ugyanaz, bár a helyzet más. És ezért önvalunk tapasztalata egyenlő azzal, hogy meghaladjuk az életet és a halált. Meghaladjuk a testhez kötött és a testen kívüli állapotot. És a negyedik zen alapelv, amely tényleg rávilágít arra, hogy mennyire kapcsolatban vagyunk, és mennyire egymásnak csináljuk ezt, az az, hogy csak tudattól tudatig lehet átadni ezt a tapasztalást. Szavakkal körülbelül annyit, mint egy tíz literes hecsedli befőtnek, a címkéje, ami két gram. Tehát a két gram és a tíz kilogram közötti különbség az, hogy beszélek róla, vagy tapasztalom. És ha ezt a négy alapelvet elkezded a családban szemlélni, akkor még keményebb a karma tanítása, mert pontosan olyan lelket vagy lelkeket hozol, hoztok le a pároddal, akik nektek, a ti karmátoknak, illetve a környezetnek megfelel. Legyen az társadalmi, természeti, anyagi, érzékszervi környezet, akárhonnan nézed. Tehát nem csak, hogy azok a lelkek születnek hozzád, akik tudnak, akik pontosan ugye ezt a kaput át tudják lépni, hanem egy kicsit egy szorosabb ez a definíció, csak azok születhetnek hozzád, akikkel neked szoros karmád van. Milyen szoros? Olyan szoros, hogy a születés és halál küszöbét azt veled lépik át. Mert azzal, hogy te életre hívsz egy lelket, testet adsz neki a pároddal, azzal megváltott két jegyet, illetve egy jegyet, aminek van egy fonák oldala. A színén az van, hogy ő létrejön, megszületik, és a hátoldalán az, hogy meg fog halni. Eközben ő tudatosodik, tapasztal, fejlődik, ha fejleszti magát, visszahanyatlik, hogyha rombolja magát. Ez mindegyikünknek mindegyik saját döntése. De hogy a tudati mintázataink, görögül típus vagy veret, az mennyire hat egymásra, azt a gyermekesek tudják, hogy az érzékeny, de a gyermekre ható, nem vérrokon. Ugye az világos, hogy a szülők tudatállapota határozza meg a gyermek tudatállapotát is. Méhen belül és méhen kívül egyaránt. Ugye világos az, hogy amilyen karmával ti léteztek, mint szülők, pont az odaillő lelkek fognak leszületni, hogy tanuljatok és tanítsatok. És ezért nincsenek sem csodák, sem véletlenek, csak felismerendő realitás és elvégzendő munka semmi más. Társadalmi szinten, és már a karma negyedik osztályán tartunk, az egymáshoz születés egy sokkal nagyobb sugarú körben történik. Feltetted e a kérdést, hogy miért születtem magyarnak? És ez nem azt jelenti, hogy itt bármiféle narratívát el kéne hinned kívülről. Inkább lásd meg belülről, hogy mik azok a számodra jó vagy rossz tulajdonságok, amelyek ebbe a népbe hoztak téged. Hát születhetél volna innen délre száz kilométerre is. Kicsit eltolod a körzőt akkor az egyik ország, eltolod a körzőt a másik ország. Miért nem odavitt a gólya? Miért ide? Miért ez az anyanyelved? Miért ez az étrended? Miért ez a gondolkodásmódod? Miért ez az érzelmek mintázatai benned? Mi hozott ide? Mik azok a gyengeségek és erősségek, ami miatt ebbe a népbe születtél? És ha ezt meglátod, akkor tudsz igazán segíteni magadon és másokon egyaránt. Egyénileg mit teremt a tudat? Párkapcsolatban mit teremt a tudat? családban mit teremt a tudat, és a társadalomban mit teremt a tudat. És most már egy kicsikét kezd nyilvánvalóvá válni, ugye, remélem, hogy ez a tudat ez nem áll meg az agykéregnél és az egyénnél. Mészségesen kapcsolatban vagyunk egymással, és jó, hogyha a saját teremtésünket és teremtettségünket a karma mind a négy osztályában tudomásul vesszük. A tudomásul vétel az alázat. Azt jelenti, hogy meg tudsz hajolni a teremtett realitás előtt, mert itt van. Ha nem védekezel, ha nem torzítasz, ha nem projektálsz, akkor tisztán látva, tisztán halva, tisztán érezve, tisztán tapintva és ízlelve tapasztalod, hogy milyen realitásban vagyunk. Ez a teremtettség tudomásulvétele. A következő lépés az, hogy megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön, és akkor eljutsz a Teremtőig, addig a tudatig, amely mindegyikünkben a legmélyén, a nem-név és nem-forma szintjén ugyanaz. Ezt hívjuk Buddha természetnek, vagy a felébredés képességének. És ahogy jössz, Egyre fölfelé a definíciók során, hogy milyen társadalom, milyen család, milyen pár, milyen egyén, úgy válik egyre specifikusabbá, úgy válik egyre meghatározottabbá a gondolatok, az érzelmek, a tettek és a beszéd szintjén. Az elme és az önvaló nem két különböző dolog. Ugyanannak a dolognak a kétféle üzemmódja. Az egoitás és a személyiség nem két különböző dolog. Ugyanannak a léleknek a kétféle üzemmódja. A látás és a vakság nem két külön emberrel történik. Te döntöd el, hogy látsz-e, vagy letakarod-e a szemedet. A fájdalomtest és az örömtest nem két külön test. Egyetlen tested van. Ugyanazon a felületen érzékeled az örömöt is, és a fájdalmat is. A szenvedést is, és a boldogságot is. Nem két világban élünk, egy lentiben, meg egy fentiben, és közte így liftezünk, hogy mennyország és pokol. Egyetlen egy világunk van, és azt vagy mennyországgá tesszük, vagy pokollá. Ugye, hogy így másképp hangzik? Tehát ezért a tudat tisztaságának, minőségének mi vagyunk a gazdái. A mi felelősségünk az, hogy visszatérünk-e a gondolkodás elé, merünk-e megszabadulni az illúzióinktól, kiseperjük-e a házat és utána hordjuk be a bútorokat, vagy pedig nem merünk megszabadulni a múlt salakjától, nem merjük megérteni a másikat, nem merjük tudomásul venni a családi karmánkat, és folyamatosan futunk az elől, hogy miért vagyunk mi ilyenek. A tükrözés az egy szembenállással kezdődik. Mersz szembe kerülni a saját karmáddal, a párod karmájával, a családod karmájával és a társadalmat karmájával. Ez a szembenállás, ez tükrözés a dolgok, a karmák ilyenségének a meglátása és ezzel az okozatiság törvényének a felismerése. A szembenállásból vagy konfliktus lesz, vagy harmónia lesz. De elkülönülten sokáig nem tudsz maradni. Miért? A létezésnek három komoly alapjegye van. Az egyik a mulandóság. A másik a feltételhez kötöttség vagy egymástól függés. A harmadik a tökéletlenség vagy önálló minőség nélküliség. Ezek amennyire elvontnak hangzanak, annyira nem azok nem maradhatsz elszigetelt, mert a létezésed legalább két másik embertől függ, anyától és apától, akik téged lehoztak ide úgy, hogy adtak neked egy testet, amelyet a lelked fölvett. És anyád vállalva minden kockázatot, életet adott neked. Apád pedig félretette a gyufából készült ejfeltornyot, a pincében a terepasztalépítést, a horgászatot, az állandó autószerelést, vagy bicikli, bizgentyűzést, és veled foglalkozott édesfiam és lányom, mert te lettél a legfontosabb az életében. Így. Tehát legalább két embertől függsz, Miért? Mert te most testben, lélekkel, nyitott szemmel és füllel tudod hallgatni, amit mondok. És még függünk jó pár embertől. Aki vizet hozott ide, aki elkészítette ezt az asztalt, aki neked vacsorát ad ma este odahaza, vagy te adsz vacsorát neki. Tehát a kölcsönös függés az, amit nagyon nem szeretünk, de mégis nagy duzzogva elvállaljuk, mert ugye a szeretetre szükség van. De ez nem egy magas szintű vállalás. Amikor egymást elvállaljuk úgy, hogy segítjük egymást az úton, a felébredés felé és mások segítése felé, ez egy magas szintű vállalás, ezért is van kevés belőle. A paradox az, hogy minél önzetlenebbül viselkedsz, annál több jut neked a világból. Észrevetted? Annál inkább egyé válsz a világgal. Minél énesebben, önzőbben, akaratosabban, önfejűbben, makacsabban viselkedsz, annál kevesebb jut neked a világból és a másik emberből. Mert ez a viselkedés taszítja el egy láthatatlan erőtérrel mindazt, amit meg akarsz kapni, mert csak magadnak akarod, csak énségből akarod. És így a teremtés visszafordul egy rövid zárlatban az önzésbe. Egy taoista mondással zárom a bevezetőt: alkost meg műved, Ó, bölcs, és utána lépj hátra. Ez a tao, az igaz út. Kinek van kérdése? A családi karmáról szeretnék kérdezni. Nekem van egy hat éves kisfiam, és az ő nevelése során igyekszem átadni neki, illetve pont, hogy nem átadni neki azokat, amiket kaptam, és átadni azt, amit én nem kaptam. Viszont az én életemet a mai napig meghatározza az ö, ö, különböző területeken, hogy mi az, amit kaptam, és mi az, amit nem. És ebből sok sok konfliktus van a mai napig. És azt szeretném kérdezni, hogy mi a dolgom ilyenkor a családi karmával. Apuka hol van a képben. Messze. Nagyon messze, milyen é. gyakran látja a gyereket? Öm viszonylag gyakran tehát jó a kapcsolat, két hetente, két hetente, három-négy napot. Nem lesz elég. Tudom. Tudjuk. Mert nem csak a te mintáidról van szó, hanem apa mintáiról is. Tehát a kettőtök karmája hozta le a gyereket, és akármennyire is másnak tűnhet kívülről, de 50-50 százalékban -50 vagytok felelősek azért, hogy a transgenerációs karma hogy megy át a gyerekre. És apuka nélkül, vagy anélkül, hogy a gyerek elég időt töltsön az apjával, amit majdnem ugyanaz, úgy működne, mint egy repülőgép, aminek az két hajtóműve közül az egyiket kilőtték. Vagy csak két óránként bekapcsol 10 percre. Magyarul a repülőgép így megy. Tehát a te mintázataidat, ha megváltoztatod, akkor azt a gyerekben is meg tudod változtatni. Amit magadban nem tudsz megváltoztatni, azt hiába kéred vagy tiltod. A gyerek nemhogy a példából tanul, és a beszédből szinte alig, hanem csak is a jelenlétet fogadja el, mint érvényes tanítást a szülőtől. Ezt nem lehet távoktatásban megcsinálni jelenlét, figyelem, kapcsolat, és utána kérdőjel, hogy szeretet, vagy összeférhetetlenség, vagy meg nem értettség. De az első három az álló annak, hogy bármiféle mintázatot átadjunk, vagy eltöröljünk. Jelenlét, figyelem, kapcsolat. Tehát tudok úgy jelen lenni, hogy nem figyelek. Tudok úgy figyelni, hogy nem rá, és ezért nincs kapcsolat. Tehát ezért kell lerakni ezt a négy kereket, ami egy normális család életnek az alapja, jelenlét, figyelem, kapcsolat, szeretet. És a szeretet az nem csak azért kell, mert ettől jól érzed magad, hanem azért, mert ez a híd az, amin keresztül bármi átmegy oda és vissza. Ez az a bizalom, nyitottság, biztonság, amitől a kapcsolat működik. Tehát ez nem csak jó érzés, néha van kemény szeretet is. De nem vágom el az energiakapcsolatot, nem vágom el a figyelmet, nem vágom el a jelenlétet, hanem úgy vagyok kemény, és úgy vagyok nagyon reális, és tükröző, hogy közben szeretlek. Fordítva, lehetek kedves, nagyvonalú, megvehetem neki a kocsit, de hogyha nem szeretem közben, minden visszapattan róla. A szavak leginkább. Tehát a lélektől lélekig való átadás az az, ami igazán működik, és itt apukára és anyukára egyaránt szükség van. És elismétlem az alapegyenletet, amit magadban meg tudsz változtatni és újraírni, mint mintázat, típosz vagy karma, azt a gyerekben is át tudod írni, sőt, ha magadban átírtad, már a gyerekben is átírtad. De ha magadban nem tudod, azt a gyerekben sem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Itt el a... Hogyan erőltessek vajon magamba szeretetet, hát, mert tudom, hogy a gyerekek mindent érzékelnek. Hiába próbálok én intelligensen viselkedni egy családtagommal. Konfliktus volt, de mind a ketten intelligensen viselkedünk, ahogy kell, tesszük a dolgunkat, de a picik már érzik ezt a diverzitást. Valami Lehet, szeretni a véleményedre. Oh. Hát hogyan kéne a véleményemről? Gondolom az egomon keresztül. Minden? Na azon keresztül nem lehet. Mert az egódnak van véleménye. Nem kéne gondolkodni annyit. Ezt tőlem tanultad. Igen. Tehát amikor arról van szó, hogy el kell döntened, hogy igazad legyen, vagy boldog légy, akkor meg kéne nézni azt, hogy hogyan kapcsolódhatsz a másikhoz, hogyan segíthetsz neki? Hogyan haladhattok együtt az úton? Ahelyett, hogy most nekem igazán van. Látszik az, hogy hogyan csinálunk bolhából elefántot nagyjából egy nanoszekundum alatt? Mm. Úgyhogy elhiszed a saját hülyeségedet? Igen. Persze, hogy elhiszed. Na, ekkor kell egy olyan biztonsági távolságot fölvenni, hogy sem a magad, sem a mások véleménye nem ködösítheti el a tükrödet, az eredeti tudatodat. Honnan tudod, hogy haladást értél el, hogy nem tudják benyomni a nyomógombjaidat kívülről? Ha valaki ki tud hozni a sodrodból, zen szóval a centrumodat, a középpontodat elveszíted, és nem tudsz a pillanatban maradni, nem tudsz nem dualisztikus tudatban maradni, nem tudsz tükörszerű tudatban maradni, hanem hirtelen a tóvíz elkezd hullámokat verni, nagyokat, mert a Loch Nessi szörnyek is fejét kidugta, és azt mondta, hogy én, nekem, engem, általam, és csak is, és igazam van. Ha meg nem, akkor leharapom a fejedet. Hát ilyenkor a tó nagyon erősen hullámzik. Szörnyecskét ki kell vezetni onnan, és elvinni a Jurassic Park, vagy ott legyen, és ne a tudattalanodban. Nagyon fontos. Na ekkor, hogyha ezt a gyakorlattal megcsinálod, akkor nem tudják a nyomógombjaidat benyomni. Ha igen, akkor az a gyenge pontod, és az a jó hírem, hogy a társkapcsolat, illetve a család szoros intimitásában minden nyomógom nyilvánvalóvá válik. Előbb-utóbb miért? Mert benyomom. Mert a sebezhetőségedet nulla másodperc alatt kihasználom azért, hogy az én akaratom érvényesüljön, hogy nekem legyen igazam, hogy én legyek az állatok királya vagy királynője, nem kívánt törlendő. Hát ez nem kívánt, ez törlendő. Jó? Tehát vissza tudsz -e lépni a véleményettől, tudod-e tisztán és torzítatlanul látni magadat és másokat, fel tudod-e fogni a helyzetet, ahogy tényleg van, és nem ahogy szeretnéd, vagy ahogy félsz tőle, és ekkor van helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és együttműködés. Na, ez az együttműködés, hölgyeim és uraim, a legnehezebb pont. Szunkszenzen mestert megkérdezték, hogy mester, mester, mi a legnehezebb gyakorlat? A száznapos szóló elvonulás? nem, az olyan, mint egy vakáció. Na, 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 mester, ezért kérjük, tanítson. A száznapos elvonulás olyan, hogy megbeszéled a mestereddel, hogy mit csinálsz, mit teszel, mikor kelsz, mikor énekelsz, mikor ülsz, stb. És amikor ezt megcsináltad, lejössz a hegyről, és fel vagy frissülve. Hát akkor a 90 napos a legnehezebb a csoportos, három hónapos kiolcse? Nem, az olyan, mint egy hajóút. Mester. Van egy kapitány, fedélzetmester, szakács, matrózok, mindenki teszi a dolgát, és a bölcsesség hajó bejárja az óceánt, és utána 90 nap múlva megint kiköt a kikötőben, és a tapasztalat birtokában mindenki kiszáll. Akkor a templomi élet? Vagy bent lakunk, és kint is dolgozunk esetleg, vagy bendolgozunk. És nem, nem. Ez a legjobb dolog a világon, belül is, kívül is dolgozni. Egyénként, párként, és szangaként is létezni, vagy családként. Ez nagyon jó dolog, ez nem nehéz. Mester, akkor kérjük, kérjük, Kvonszenbószál az együttézés bothiszatvájának a nevére, mondja már meg, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. Ja, azt, az együttműködés. Köszönöm. Szívesen. A családon belüli együttműködés az, hogy félretesszük a véleményeinket. Most milyen helyzetben vagyunk? Most milyen kapcsolatot építsünk? Most mi a teendőnk? Kész. És uraim és hölgyeim, ha ezt csak ezt meg tudnánk csinálni, sokkal jobbak lennének a százalékos mutatói. De ha neked mindig igazad van, ha mindig a másik a hibás, ha mindig csak, csak, csak te tudod jól, és a másiknak kell főtakarítani utánad a kakit, akkor biztos, hogy itt törés, szakadás, vállás hegyek lesznek. Mert nem tetted félre a véleményedet, nem látod azt, hogy valójában miért vetted el feleségül, vagy férjül azt a másik embert, ugye? És hogy gyerekek mit keresnek éppen ott, és akkor zavarnak, mert nem tudom a videójátékaimat játszani. Menjenek ki innen. Ja, nem őket hívtad az életedbe? Nem úgy döntöttetek, hogy együtt járjátok az élet útját? Nem úgy döntöttetek, hogy mondjuk segítitek egymást az életrögös útján ahhoz, hogy egy kicsit boldogabbak, felébredettebbek legyünk talán? Ja, ha zavarnak, hát akkor, akkor a viszonlátásra. Úgyhogy ezért fontos a tudat teremtésének a belátása, mert ezt a világot magunkkal együtt a másiknak teremtjük. Ez a teremtés nem marad meg a te íróasztalodnál, vagy hálószoba ajtódnál, vagy az irodádnak a zárját, egy kis és akkor az egód benn marad. Hát nem, hazaviszed, hazaviszed. Ezért kell vigyázni, hogy kinek van igaza. Elmondjam a titkot? Ma titkos tanítást adok. Szeretnéd? Nincs senkinek igaza. Nagyon jó. Mindegy, De akkor azt jelenti, hogy ez a mondat sem igaz. Látod? Ha már az sem igaz, hogy nincs senkinek se igaza, mert az egyik mondat kilőtte a másikat, akkor mi marad? Mm -mm. Sajnos visszatértünk az eredeti problémához. Nagyon jó volt az, hogy mindenkinek igaza van, mert ez ugyanaz a probléma, és akkor mindenki harcol. Mindenki küzd, hogy neki, és csak is neki. Mindenkinek igaza van, 30 ütés. Senkinek sincs igaza, 30 ütés. Mi marad? Az égkék és a fű zöld. Ha valaki szomjas, adj neki inni. Valaki éhes, adj neki enni. Ez marad. Oké, okay. következő kérdés. Ott, aztán hátul. Köztem és az édesapám között egy nagyon szoros lelki kötelék volt, és én másfél éve veszítettem őt el. Egy is és, és, és tehát azóta is nagyon nehezen tudom őt elengedni, és nagyon, tehát sokat gondolkodok a lélek kérdésén, hogy, hogy, hogy tehát honnan jövünk, illetve hogy hova megy, ö, ment ő, illetve az, hogy, hogy tehát közöttünk az átlagosnál szorosabb volt ez a lelki kötelék, tehát majdnem, hogy, hogy így egy lélek voltunk, hogy, hogy a, a hogy ahova ő ment, tehát hogy erről mi a, a zennek a, a meglátása, hogy, hogy a, köztünk még lesz-e ilyen találkozás következő életeinkbe, vagy vagy egyáltalán, hogy a lelkek honnan, honnan jönnek, és hova mennek, hogy ezzel kapcsolatosan tudnál -e nekem valamit mondani. Láttad-e az arcát a halála előtt? Igen. Igen. Milyen volt? Ö, tehát pontosabban a halála előtt nem, tehát mikor odaértem, akkor már küzdöttek az életért, tehát akkor már nem volt benne élet, de nem tudom, tehát akkor most nem tudom, azt kéne mondanom, hogy, hogy megkönnyebbültnek, de nem, nem az volt, nem az volt, hanem inkább... Amit láttál? Szenvedést láttam rajta, vagy olyan... A temetésen a jelenlétét milyennek érezted? A, a, a temetésen már azt éreztem, hogy már megkönnyebbült. Okay. Sőt, láttam is a koporsóban az arcát. Amikor később a gondolataidban, az álmaidban jelen volt egy gyász folyamat során, mit éreztél? Én, én folyamatosan azt érzem, hogy velem van. Most nem, nem tudom. ez, amit akarsz. Nincs ez, ott. amit akarok, igen. Amikor ezt félreteszed, és a te gondolkodásod nélkül ő bejön a lelked terébe, milyen a jelenléte? Én nekem kellemes érzés, vagy most nem tudom, hogy... Ami van, nem ne editáld a választ. Itt nincs jó vagy rossz válasz, és nem kell nekem jól válaszolnod. Tehát nekem nem fájdalmas rá gondolni már, hanem... hanem... Ez, amit elmondtál, mutatja, hogy nagyon erős a hiánya, és amit hallok, az mint te vagy, az nem ő. És ez rendben van. Nem tudod érdemben az útját utána befolyásolni, elmondhatsz érte egy imát, egy mantrát, Ennyivel a távozás után már a halotti szertartás sem e, nagyon befolyásol semmit. Egy éves gyászfolyamat után már őstiszteleti szertartásról van szó, mert ő már fönt van a lélek családjában. Fönt van ott, ahonnan tényleg jött, és megtestesül újra, amikor eljön az ideje és a tere. Ha veled volt a legszorosabb karmája, akkor egy hozzád hasonló mintázatú lényhez fog születni. Hogy gyermekként, vagy testvérként, vagy más sokonként, azt nem tudjuk. De hogy te is egy hasonló mintázatú férfit, apát fogsz bevonzani, mert ő volt így a nagyon kedves, szeretett személy, az is biztos. Csak ne keresd a személyét, mert az az előző életében maradt a hagyatéki osztályon. És egyébként érdekes, hogy ahogy meghalt, egy hónap múlva vonzottam be a páromat, a mostanit. Igen. De akkor, tehát, most bocsánat, most még egy kérdés, hogy akkor, tehát akkor olyan nincs, hogy hogy aki most elment, akkor az, az minket lát, vagy tud minket, hanem akkor ő elment, és akkor ettől kezdve, Tehát ez az élete neki lezárult. Egy ideig még keresheti a kapcsolatot az itt maradottakkal, és a temetési szertartásnak az a dolga, hogy tudassa a halottal, hogy meghalt, az élőkkel pedig tudassa, hogy ők életben maradtak és itt maradtak. Ez amennyire nyilvánvalónak tűnik, annyira fontos, mert nagyon gyakran az élők közül szeretnének egy páran az elhalt után menni, mert annyira szerették, vagy annyira azt hiszik, hogy oda át könnyebb. És ilyenkor az a dolgunk, hogy megfelelő tanítással segítsük az eltávozottat, hogy menjen az útján, és nem maradjon földközelben. Tehát, hogy érzékeltessem, egy világi buddhistáért nagyon-nagyon komoly szertartásokat tartanak odakint, már akkor, amikor akár kórházban, akár odahaza, vagy más helyen meghal. Az első három nap a legfontosabb. És utána a 49. nap, és utána a 100. nap, utána már csak éves, családi szintű őstiszteleti megemlékezés. Az azért van, mert az első három nap, illetve az első 49 nap, ezek más fokozatok, de a legfontosabbak a testből való távozás után. És hogyha nem hall megfelelő tanítást, nem érez megfelelő iránymutatást, akkor földközelben maradhat nagyon sokáig, mert nem hajlandó elfogadni a tényt, hogy már a testben nem tud visszatérni. És még mindig a konyhában kéz nélkül próbálja meg a leveses kanalat megmozgatni, mert az volt a kedvence. Ekkor kopogtat ugye a falon túlról. De nincs keze, amivel kopogtasson. Hát, tehát ezek a történetek, hogy még a jelenléte érződik a műhelyben, ahol ő furt faragott 40 éven keresztül. Hát igen, mert a lélek még nem tudott eltávozni mert még ragaszkodik szegényke, és még veri az asztalt, hogy nekem kell a test, kell a tapasztalás, és nincs, és nem jön vissza. Neki kell előre menni egy következő születés felé. Hát az az érdekes, hogy amikor a Mahajánában Jijang boszáról, kínaiul Inro Wang beszélünk, ez egy bóthiszatva, aki az eltávozottakat vezeti az útjukon. És utána olvashatsz olyan halálközeli élményekről, hogy az eltávozót, vagy az eltávozásra készülőt, baleset, műtét és egyéb közepette, várja egy lény az út egyik kapujánál, hogy onnan vezesse tovább. És egy picit kézen fogta, és utána visszaküldte. Hogy még nem az a dolgod, hogy elmenjen, hanem tessék szes visszajönni. Na, azért érdekes ez, mert akik a zent, a buddhizmust és az egyebeket, ugye, meditációs tapasztalatok alapján megírták, azok nem könyvtárba jártak. Nem mások írásait kérődzték vissza, hanem saját tapasztalatból dolgoztak. Tehát az az érdekes, hogy a köztes létnek ez a tanítása megegyezik a teljesen más forrásból, de hitelesen idehozott halálközel élményekkel. Tehát amikor már ő kész elhagyni ezt a földi síkot, mert rájött, hogy tényleg, akkor megjelenik a vezető, megjelenik korábban, is, csak nem látja, mert nem hajlandó meglátni. És akkor fogja, és viszi szépen fölfelé. És utána elindul a különböző transformációk sorozata, amíg a lélek készen nem áll egy új születésre. Úgyhogy az ő karmája, amennyire itt közös lélekkapcsolatok volt, annyira különbözik a tiétől, miután ő eltávozott. Egyszer Malajziában megkérdeztem egy tanítót, aki hát nem buddhista tanító volt, hanem egy nagyon-nagyon vegyes felvágott, viszont több százan hallgatták, és ő azért a túlvilággal így élén kapcsolatot tartott, és mondtam neki, hogy hát apám eltávozott körülbelül két éve, lehet, hogy épp csak egy volt. Hova jutott? Sose felejtem el azt, amit mondott. Attól függ, mit tett, a saját karmájának a függvénye, hogy a létség melyik részét célozta meg először. Milyen tudattalan rétegeken megy át, mert az neki akkor valóságos. Olyan valóságos, mint neked az álom, amíg föl nem ébredsz. És a halál az egy hatalmas tudatvesztés, mint ahogy a születés is egy hatalmas tudatvesztés. Nézd meg a gyereket, az újszülöttet. Mennyi idő megtanulni, táplálkozni kúszni, mászni, járni, kommunikálni, önállóan pisilni, kakilni, enni, inni, évek. És a szülő összes gondviselésére, türelmére, együttérzésére, bölcsességére, akaratára, egységére, a társal szükség van, hogy a gyerek nagy részt trauma nélkül vészelje ezt az időszakot át, és csak segre essen, és ne fejre. Mert arra figyeltünk, hogy a fejét beneverje 50 centilő. Azért tudasz koppalni rendesen. A halál ugyanilyen tudatvesztés. Eltűnik az, aki te vagy, mert nagyon testhez kötöttek vagyunk. Eltűnik az elme, mert nincs agyad. Eltűnnek az érzések, mert nincs szíved. Eltűnik a látás, mert nincs szemed. A hallás, mert nincs füled. Az ízlelés, mert nincs nyelved. A tapintás, mert nincs bőröd. Ezt nyugodtan vidd végig magadban, és nézd meg, hogy félsz-e, amikor ezt végigmondod. És ha félsz, akkor a haláltól félsz. Akkor munka van. Akkor még nem jöttél rá arra, hogy mi az benned, ami nem születik és nem hal meg. Tehát ez attól függ, hogy ő neki milyen karmája van. Ő mit tett, mit mondott, mit gondolt, mit érzett mit éreztetett, mit gondoltatott, mit mondatott, és mit műveltetett másokkal oda és vissza. Hogy szenvedett és szenvedtetett -e, és ha igen, mennyit, vagy boldogult és boldogított, és ha igen, mennyit. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Ott volt egy kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogyha megjelenik bennem a változásnak, a változtatásnak az igénye, tehát hogy viselkedésen, szokáson, gondolatokon változtassak, akkor mi tud segíteni abban, hogy ezt meg is valósítsam? Te. Meg a zembot. Hát döntsd el, hogy hajolni szeretnél, vagy törni. Ha hajolni, akkor a meditáció elég. Ha törni, akkor nem meditálj, majd a karmád megtör. Tehát pont arra találták ki a meditáció nemes mesterségét, hogy azt az ént, amely ezt a karmát teremti, ellenőrzött világos, biztonságos körülmények között visszabontod nullára. Kitisztítod, és újra összerakod. Ha kell hetente, ha kell naponta. Általában csak alkatrész cserében gondolkozunk, de itt az egész járművet teljesen szétkapod. A teljes szétkapáshoz tényleg kell egy hosszabb elvonulás, a hétvégék azok nagy javításra elegendőek, vagy egy tíznapos, és a heti Helyi meditáció pedig a fenntartó viselkedés. Tehát meddig mersz elmenni az éntelenségben? Ez az, ami a változás mértéke. Ragaszkodsz az énhez, a saját képzeteidhez, akkor nagyon keveset fogsz változni. Mered az önképet föladni, mered az énséget visszabontani, és kellő mértékben frissen felépíteni, akkor tudsz változni. Mindig légy a pillanatban mindig legyen tiszta a tudatod, mindig legyen önkép és így ítéletmentes. Ezáltal felfogod, mi a helyzet, mi a kapcsolat és mi a teendő. A változás az a múlandóságból következik. Amiben energiát teszel, amiben hitet teszel, azt az öröklét felé tolod. Nem tudod teljesen elérni, de nagyon tartósíthatsz olyan tulajdonságokat, amelyeket fontosnak érzel. Amiből kivonod az energiát és az információt, így a hitet és az azonosulást, azt engeded az entrópiában szépen szétmenni. Minél jobban véleményezed a karmádat, minél duálisabban viszonyulsz hozzá, annál tartósabb lesz. Minél kevésbé ítéled meg magadat és így másokat is, annál inkább képes vagy a változásra. Szerintem így már menni fog. Úgy legyen, köszönöm. Amen. <laughs> ugye azt hangzott el, hogy lélektől lélekti, lélekig a leszületés nem véletlenül történik. Két ember hív életre egy leszületendő lelket. Hú, de jól tudod te. Azért az üszlektől ne feledkezzünk. Meg, Én, igen tehát, az így, Ugye? És azt kérdezném, mert hogy nem véletlen olyan, amilyen a leszületett lélek, hasonlatosság van a lehívó szülőihez, és ha nincs, és hogyha fölmerül ez a kérdés, hogy mi, mit keresek én itt, miért ide? Akkor idegenség karma van a szülők és a gyerek közt. Ilyet is láttam sajnos, sőt valamikor erőszak karma van köztük. Ez mit jelent, hogy erőszak karma van köztük? Volt egy litván szerzetes, aki 16 éves koráig, amikor csak ő bármire emlékezni tudott, az apja minden nap verte. Ezek után nem volt nehéz elmennie otthonra idegenség karma az, hogy úgy érzed, hogy semmi között a szüleidhez, de mondjuk a következő iskolában a tanítót jobban szereted, mint az apádat. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés családi karmád van, és nagyon hamar ki fogsz onnan repülni, teljesen önálló irányba, és valamilyen csoportban fogod megtalálni sokkal inkább önmagadat, mint a családban, mert oda idegenség karmával születtél le, ha ez a helyzet. Igen, azt gondolom. Köszönöm. Ez, ez nem, megint csak nem jó és rossz, csak Sokkal kevésbé kötődsz akkor a szüleidhez, meg ők is hozzád. Ja, és még egy kérdés. És van ezzel nekem dolgom? Ha nem okozott benned traumát, akkor nincs. Szerintem nagyon nincs ezt. olyan ember, aki be ez ne okozott volna. Ezt vártam valahol, és ez nagyon helyes és együttérző válasz. Meg kell látnod, hogy tényleg mi a dolgod ebben a világban, és ennek keretében, vagy akár ezen kereteket picit meghaladva, el kell döntened, hogy a következő születésedben szeretnél -e egy ugyanilyen családba születni, vagy sem. Már most eldöntöttem. Akkor viszont magadnak kell változnod, és meg kell látnod azt, hogy te miért születtél egy ilyen családba, és azt a tulajdonságot megváltoztatni, hogy a benned lévő anyuka és apuka arhetipus ne ugyanaz legyen, mint akikhez most születtél. Értjük? Igen. És hogyha te megváltozol, és a benned lévő anya és apa arhetipus is megváltozik, akkor neked olyan szüleid lesznek a következő életedben. Ez azért érdemes nagyon jól felfognunk, megértenünk és művelnünk, mert véges az idő. Játszunk el egy játékot, jó? Mint a gyermekek. Beindítok egy visszaszámlálót, 10 perc, 10 másodperc. Mindenki látja, ugye? Figyelj légy szíves az órát, és tudatosítsd, hogy tíz perced van arra, hogy bármilyen változást a lelkedben végrehajts. Nem kell tudnod meditálni, nem kell tudnod semmilyen különleges tant, most a 10 perc alatt akadálytalanul bármit változtathatsz magadon. De a tizedik perc végén fájdalommentesen meghalsz. És az a lélek, ami a tizedik perc végén az eredmény, egy következő testben folytatja, pont az fog leszületni, aki most távozik. Lenne munka? Lenne kapkodás? Lenne stressz? Ugye? Na itt van az elintézetlenséged. Itt van a karmikus feladatod. Ne a halálra emlékezz, az életre emlékezz. Az élet legyen tudatos, mert tudod, hogy véges. Nem tudod, hogy meddig tart. De amilyen tudattal kilépsz, olyannal fogsz megszületni. Úgyhogy ezért kell belül megváltoztatni ezt. Ennek van három alaplépése. Az egyik az, hogy a szüleidnek megköszönöd, amit adtak neked. Mert életet azt adtak, egészséges nevelést azt adtak. Lehet, hogy nem úgy szerettek, ahogy te azt szeretted volna. De abban a pillanatban, amikor leszülettél, te csak ő hozzájuk születhettél, és nem érdemeltél se jobbat, se rosszabbat. Tehát megköszönöd azt, amit kaptál tőlük, mert nagyon sok jó is van ebben. És hidd el, ez nekem is nehezen ment. Az apám halála után ez három évig tartott, amíg megtört a jég az életében ez nem ment. Bezony, nekem. Úgyhogy hidd el, tudom, miről beszélsz, úgyhogy nekem egy nagyon jó és nagyon szeretetteli nevelésben volt részem, de ahhoz, hogy én az otthont el tudjam hagyni, ahhoz egy olyan elhagyatás karma kellett, ami az életem első három évében többször hat hónapra bekövetkezett. És ezt, ezt az apám nem tudta kivédeni. Őnek el kellett menni fél évekre Franciaországba dolgozni. Míg nem az anyám föl nem hívta, hogy ide figyelj, a gyerekedet fel kell hívnod legalább hetente egyszer, mert azt hiszi, hogy meghaltál. És nem tud aludni, és üvölt, és hány. Érted? És akkor apám rájött, hogy hiába orvos, valamit nem tud. És ez az elhagyás és elhagyatás karmája. És ő ezt életében nem látta be, hogy az a karma, amit én a saját születésemmel elszenvedtem, és ő teljesen minden rossz szándék nélkül rám mert, azért, hogy keressen pénzt, és nekünk legyen, miből ugye élni, 1960-as évekről beszélünk. Aki akkor külföldi kiküldetésbe ment, az így összetette a kezét. Tehát innen nézd. Nem azért... Hogy ő benne bármiféle idegenség vagy rossz szándék lett volna. De nem tehetett másképp ahhoz, hogy mi éljünk egy bizonyos szintű életet, ami közép-középosztály volt. Oké? Okay? De hogy én 28 évesen, illetve már 27 éves kor fölött nem sokkal, milyen könnyen mentem el otthonról, azt ő nem tudta összefüggésbe hozni azzal, amit az életem első három évében rám mért. De én ezért születtem oda. Nekem ez a karmám, ez benne van az életem nagyon sok részében, amíg meg nem tanultam azt, hogy ezt változtassam meg. És hogyha megváltoztatom, egy más apához és anyához fogok születni, nem mint hogyha a mostaniak nem lettek volna jók. De nem akarom megismételni a traumáimat, miért? Mert már tudatossá váltak. És egy teljesen tudatossá vált traumát te nem akarsz megismételni. Lesz épp elég maradvány karma, ami nem tudsz változtatni, majd az lesz a következő tanulási folyamat. Úgyhogy meg kell köszönnöd, amit kaphattál. Meg kell bocsátanod azt, amit ők elhibáztak, és meg kell bánnod azt, amit te elhibáztál. Ez a második lépés. Tehát a megbocsátás és megbánás az nem azért kell, mert egy vallás azt mondja, vagy több, hogy neked ezt kell csinálod, mert ettől leszel jobb ember. Nem. Rendkívül képmutató és bozzasztó karakterű emberek tudnak nagyon jól bánkódni. Aztán elfelejtik, miért kiléptek a templomból. Ezt azért kell csinálni, hogy megszabadulj a korábbi identitástól. Legyen az a sajátod, vagy másé. A duális tapasztalat olyan, mint amikor ezen az asztalon keresztül egy lyukat fúsz, és egy Jancsi szöget beleszúrsz, és a jó és a rossz szála szépen rögzíti a Jancsi szöget az asztal lapjában. Tehát a tapasztalati sík azért válik énséggé és azonosulássá, mert jóban és rosszban elkezdett gondolkodni. Miért a jó és a rossz újra összeáll az ilyenséggé, hogy ez pontosan ilyen volt, pontosan ezért jött létre, innen jött és oda ment, abban a pillanatban a jó és a rossz szála összeáll ismét egyé. Ez a belső egyévállás. Már nem vagy elkövető vagy áldozat. Már nem paraszkodsz, hanem fogod, és az ilyenség meglátásával kihúzod a Jancsi szöget, és már nem azonosulsz a tapasztalattal. Ekkor tudsz változni. Egyébként nem. Járhatsz akárhová. Bármilyen terápiára amíg a traumával való azonosulás nem szűnik meg, újra fogod termelni. És ezért minden trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Ekkor van esélyed kihúzni az azonosulás síkjából. Megvan? Persze. És a harmadik az elengedés. Ez a három nagy lépés. Hogy tudomásul veszed, hogy felnőttél. Már nem vagy gyermek. Felnőttként állsz kapcsolatba a felnőtt szüleiddel, ha testben vannak, ha nem. És ekkor az önrendelkezésed és az autonómiád teljes. Amíg te még mindig, és láttam, miért, hogy 39 évesen Mama Hotelben lakott, és nem mert kérdezni, pedig ott ült a Dorma beszéden, de nagyon a hátsó sorban anyuka mellett. És végig anyuka képviselte. Ugye, aki már ugye 60 fölött volt bőven. De annyira jól csinált, hogy így vasmarokkal fogta a fiának az összes csakráját tetőtől talpig. Ugye? Ez a másik. A másik szélsőség, amikor túl erős a kötődés. Köszönet és hála. Köszönet és hála. Megbánás és megbocsátás. És elengedés, elengedés el. és Isten hozzád. Vagy jó utat. Ekkor tudsz változni. Köszönöm szépen. Szívesen. Itt és utána ott hátul. A lélek az születik, vagy örök. És mi az a pont, amikor megszületik az ego, mint például a Biblia szerint, hogy egyettünk a tudás almájáról, és akkor onnantól tudjuk, hogy van én. És pontosan különben a pokorra jutsz. A jó <sínt> és gonosz tudásának a fájáról. Tehát olvasd el azt az édenkerti sztorit, mert azért nagyon az én születése ott van, ugye? Tehát azzal, hogy a jó és gonosz tudásának a fájáról lettünk, az a duális tudás, amikor a homlok csak széthasítja a világot. Énre másra, jóra, rosszra. Érted? És amikor ez megszületik, ez a képzet, az elme beindul, akkor látják ugye, hogy nem mentek még el a turiba. Nem vettek maguknak öltözéket. És akkor rálátnak magukra. Tehát a duális gondolkodás nélkül nincs magadra és másra való rálátás sem. Nagyon érdekes. Ugye? Hogy hiányos az öltözék. Addig ez nem merült föl. Látsz hogy szégyellős az elefánt? Nem. Vagy a ló? Nem. Úgyhogy amikor ez a gondolkodás megszületik, akkor vagyunk képesek a megkülönböztetésre. Amikor a megkülönböztetés abszolúttá válik, tehát a megkülönböztetés helyett ítéletalkotó gondolkodás van, akkor születik meg az egoitás. A személyiség olyan, mint egy normálisan lélegző sejt. Van sejthártyája, van határa, legtöbb sejtnek van sejtmagja, mitokondriumok, egyéb sejtalkotók, és a többi. Amíg ez relatív, addig ő tudja, hogy kölcsönösen függő, teremtett, tehát tökéletlen és múlandó. Mihelyt az egó rázárja, a titánium falat, ő azt hiszi, hogy örökké él, azt hiszi, hogy tökéletes, és azt hiszi, hogy nem függ senkitől. Nézd meg az egoitást, ebbe a három hibába szokott beleesni. Hogy ő tökéletes, hogy ő nem függ senkitől és semmitől, és hogy ő az öröklétet már fölülről karcolta. És ekkor egy ilyen elképesztő, erős, szinte áthatóhatatlan fallal lezárja magát a másik ember, vagy embercsoport, illetve a világ elől. Ez az egoizmus. De értsük meg, hogy ez ugyanannak a léleknek az egészséges vagy egészségtelen üzemmódja. Az egoitás önmagában nem létezik, ez egy hozzáállás, ez egy látásmód, ez egy viselkedésmód. Az egoitás feladása, hogyha tényleg egy elkülönült személyiség részről, vagy tulajdonságról, vagy testrészről lenne szó, Egyszerű operáció lenne, kérem, bemész a spirituális kórházba, az egódat kimetszik lézersebészettel, bedobják a szemétkosárba, és te megvilágosodottan hazamész. Azért nincs ilyen, mert az egoitás sem létezik önmagában. Megfigyelted, hogy a sötétség sem létezik önmagában, csak a fénynek a hiánya? Most gondold el, hogyha itt nem kellene villanyt gyújtani, hanem a sötétség zsákba beteszem a sötétséget, kiviszem, és a helyén ott maradna a fény. De ezt nem tudom megcsinálni. Nem tudom az egoitást kimetszeni a személyiségből, mert ez ugyanannak a léleknek a kétféle üzemmódja, az egészséges vagy az egészségtelen, a relatív vagy az abszolút. A megszabadult, nem duális, vagy a megkülönböztetésekbe belevesző és állandóan ítéletet alkotó. Nézd meg! Nem tudnál egy kicsit normálisabb lenni? Azért néha hallod a kérdést. Ez mi múlik? Mi a, mi, mi a normális? Az, ami ugye a, az elmekortan szerint az, akkor nagyon sokan ben lennénk. Érted? Mindannyiunk egy kortünetgyűjtemény. De mi a normális? Úgyhogy ezt kell átgondolni. Hogy az énség, amióta az ember relatíve, de nagyon hangsúlyozom, hogy relatíve tudatossá vált, az énség egy feladat. Ezért van akkora keletje az önismereti kurzusoknak. Na de az önmeghaladás, hölgyeim és uraim, az hol marad? Megismertem önmagam nagyon, és ezért elvárom, hogy engem így fogadjanak el, és így szeressenek. Ez így nem fals, vagy fél lábú, egy kicsit? Nem kéne magamon változtatni, önmagamat meghaladni, az énséget egy kicsikét jobban látni, följebb vinni, kevésbé önzőnek lenni. Ezt hogy? Mi a referencia pont? Mi az a stabilitás, amiről beszélhetünk ebben a pillanatban? Na ez az a nem mozduló, tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, amelyben eredetileg nincs én. De ezt az énséget fölépítjük. És ha jól látjuk, úgy építjük föl, hogy az másoknak és magunknak egyaránt hasznára legyen. Úgy teszünk, hogy ne ártsunk sem magunknak, sem másoknak. Mert ez az énség keletkezésének, maradásának és megszűnésének a helyes látása. Ezért ennyire fontos az, hogy az énséggel foglalkozzunk, és ne önközpontúan. Mert ha nem, akkor az énség hamis képzete, az illúziók tömege, a hamis azonosulások konténernyi karmája, az lehúz. Belevisz a szenvedésbe téged is, és másokat is. Nagyon sokan kérdezik, hogy szúnyom, ez a föld, Miért jöttünk mi ide erre a Földre? Hogy ez a Föld, ez egy jó hely, vagy rossz hely? És nagyon nehéz elfogadni azt, hogy az lesz, amit csinálsz belőle. A Föld egy rendkívül érdekes tükörkép. Pontosan tükrözi az egyéniség, a páros, a család és a csoport karmáját. Tükrözi azt, amit csinálunk, mondunk, érzünk és gondolunk. Egymással és a természettel. Mutatja a tudatminőségünket. Mutatja, hogy hol tartunk a teljes elsőtétülés és a teljes megvilágosodás skáláján. És ha innen nézed, nem jó a summa. Sok a munka. Teljesen feleslegesen szenvedünk és szenvedtetünk. Az a tragikus, hogy már rég tudjuk, már 2500 éve tudjuk hogy lehetne ezt jobban is csinálni, és csak nem megy. Nem tanulunk sem a történelemből, sem a transzgenerációs karmából, sem pedig a jó és rossz példákból. Miért? Mert pontosan ehhez az énséghez ragaszkodunk, amelynek fixa ideái vannak, abszolút értékűnek, kikiáltott nézetei vannak, személyes, páros, család és csoportos dogmatikája van, amely a bevett, de hamis tudásra alapszik. Ez az önpusztító ortodoxia. Egy olyasféle ragaszkodás a fixa ideákhoz, képzetekhez, énképhez, gondolatokhoz, amely szenvedést termel, és nem vagyok hajlandó rajtuk változtatni, mert én ebben hiszek, és kész. Mert az érdekeimet ezt szolgálja. Mert félek másnak lenni, félek változni. Na ezért kell az énnel, az én képzettel foglalkozni, hogy honnan jön, hogy marad meg, hogy változik és hová megy. Ez az út. Egyéb kérdés ott hátul? egy sima matematikai dolog nem, hogy engem nyugodni már jó ideje, mióta, hogy mindez a spirituális dolgokkal elkezdtem foglalkozni, élet, halál, születés. Az emberiség nem is olyan rég, még csak százezren voltunk, most meg 8 milliárdan. Hogy lett mondjuk a százezerből 8 milliárd? Tudod biztosan, hogy nem lett valamikor 8 milliárdból százezer? Ó, oh, nem. Vagy még több szinten nulla? Ezt nem tudhatjuk. Nagyon sok jel mutat arra, hogy az emberi civilizációk így körbe-körbe járnak ezen a földön, és hogy mi nem ugye éppen csak egyszer jöttünk le a fáról, azt aztán evolválunk, ahogy csak Darwin mondja, hanem itt egy olyasféle inkarnációs spirál van, hogy teremtődnek, mert teremtették az őseink bizonyos kultúrákat és civilizációkat, azok megmaradtak, amíg tudtak, aztán lehanyatlottak és eltűntek, és a maradványból született egy új. Minden normális ember, aki a történelmet kellő szintességgel, kellő mélységben, kellő tisztasággal tanulja, beleütközik olyan kapukba, amelyek mögött egy kérdőjel van, és nem lehet sem azt, hogy a joga, sem azt, hogy az asztrológia, sem azt, hogy bizonyos tudás honnan jött, mert biztos, hogy nem a völgyi vagy a gyenyiszovai csontokból. Az biztos. Tehát olyan előzetes tudásról van szó, amely korábbi kultúrák, Korábbi civilizációk terméke, amelyek csak mások voltak, mint mi, de nem voltak se jobbak, se rosszabbak. Miért? Mert akkor nem tűntek volna el. Tehát ezért nem volt úgy aranykor, hogy az valaha jobb volt, mint most. Ha az annyira aranyból lett volna, akkor még ma is tartott volna. És az én mesém is tovább tartott volna. De nem, nem volt ilyen. Tehát körkörösre gondolj, nem lineárisra. A lineáris az akkor érvényes, amikor te a körnek egy szeletét kiveszed, és hogyha túl nagy a körsugar ahhoz, hogy a görbét belásd, egyenesnek fogod mondani. Ugye? Tehát ezért van az, hogy a Földön azt mondja, hogy menj egyenesen. Nem, kérem, a Föld az görbe, most akármit állítanak bizonyos ilyen más nézetű emberek, ugye? De hogyha itt szigorúan geográfiai alapon nézzük, az görbűt, a tér is az egyébként. Tehát az, hogy menj egyenesen, az itt igaz erre, igaz mondjuk pár kilométerre, de mondjuk mész 2000 kilométert, már látod a föld görbületét, mert a vitorlákhoz eltűntek. Jó? Ugyanez az emberi élettel, ugyanez a civilizációkkal és kultúrákkal. És a körfolyamatnak eredetileg nincs kezdete és nincs vége. Tehát nagyon hamar ki fog derülni, mert most már nagyon dolgoznak rajta azok a tudósok, hogy nem a semmiből jött az az ősrobbanás, kérem szépen. Annak volt előzménye, és elég lenne a dammapadát elolvasni, hogy így az elméletben rendet teremtsen, semmilyen következmény nincs előzmény nélkül. Oké? Okay? Tehát, hogy mi volt előtte, azt nem tudjuk, de hogy volt előtte valami, az biztos, mert a semmiből nem lesz valami egy eddig nem látott valamiből keletkezett a mostani valami. És a megfigyelések előbb-utóbb rendet vágnak az elméletek között, a megfigyelések vagy visszaigazolják egyes elméletcsoportokat, vagy sem. Utána újabb elméletek születnek, újabb megfigyelések születnek, és ezek itt szépen kiegyensúlyozzák egymást. És így eljutunk egy relatív igazságig. És ha megnézed, hogy ez merre megy, akkor leszűrheted, hogy az emberi praktikus életvitel számára ez egyre használhatatlanabb. Tehát mit változtat a te bevásárlók központi sorban állásodon az, hogy most hány milliárd galaxis van ebben az univerzumban? Hogy hány százalékát látjuk az univerzumnak? Egyébként olyan négy százalék körül itt. A többit nem. De mégis működik, mert a működés mutatja, hogy van. Tehát, ha, ha most nagyon transzcendens és nagyon ezoterikus dologra kellene mutatnom, az az astrofizika, nem valami vallás. A vallásokból előbb-utóbb kiderül, hogy, hogy hol volt a csoda, ugye? De az, ami a világ, az, fú, egyre-egyre hihetetlenebb. Tehát egy, egy asztrofizikus mondta egy ilyen interjúban, hogy ha most a jelenlegi elméletekkel egy parkban, egy padon valaki elkezdene úgy hozzászólni, hogy ő semmit nem tud erről, ő hívná a rendőrséget. Tehát annyira, tehát felfoghatatlan. És valójában az az út, amit keresel, az belül van. Tehát a kifelé vezető út befelé vezet. És ezért mondjuk mindig, hogy ha tényleg fel akarod tenni a legfontosabb kérdést, akkor irányítsd befelé az energiádat, és kérdezd meg nagyon őszintén, nagyon tisztán, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szemeddel, hal a füleddel, érint a testeddel, gondolkodik az elméddel, érez a szíveddel, és ki mondja azt, hogy én? Anélkül is meg lenne, de mégis kimondja azt, hogy én mi ez? Ez a hadú a jelenségek eredete, vagy feje, kurja jó, és ez az a nagy kérdés, amit a hatodik pátriárka Hui Neng hagyott ránk, és eredetileg a mondat úgy szólt, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Aztán az, hogy mi az eredeti arcod, és utána csak annyi lett, hogy mi ez. Oké? Okay? És így szerintem eléggé teljes a kép. Egyéb kérdés? Sza... Szívesen. De hát akkor ennek az egésznek gyakorlatilag nincs is semmi értelme, nem? Ezt már vártam ezt a kérdést, valaki okos, de hogy pont te teszed föl, hát összetölted a szívemet darab. Bocsánat, kedvesem. Hát én itt est. mondom, én itt 22 éve mondom, és te Ez azt az... mondod, hogy ennek nincs értelme. Huszonkét éve beszélsz arról, hogy nagyon, nagyon tartalmasan, hogy semminek nincs értelme. De ezt jötted túl... le belőle? Nagyon... Hát komolyan visszadom az összes diplomámat, ugyanis hogyha semminek nincs értelme, akkor annak a mondatnak sincs értelme, hogy semminek sincs értelme. Ezt ma már hidd el, hogy elmondtam, de nagyon makacs vagy. Tehát amikor, amikor megkérdezték, hogy mi az élet értelme, hogy van-e egyáltalán, akkor ő azt mondta, ha ránézel az életre nagyon tisztán, akkor eredetileg nincs sem értelme, sem oka, sem jelentése. Ez egy elég mélyütés, nem? De ha gyakorolsz és tapasztalsz, akkor a nagyszerű ok, nagyszerű jelentés és nagyszerű értelem megjelenik. Magyarul rajtunk múlik, hölgyeim és uraim. Ahogy a Földön eredetileg nincs célunk, de valamit érdemes lenne találni, hogy ne pusztítsuk el egymást és a környezetünket, úgy az életnek is adhatunk értelmet, és siessünk, mert ha nem, akkor olyan kudarc, depresszió és hiába valóság érzésünk lesz, ami csak a mi művünk. Ha adsz neki, lesz. Ha nem adsz neki, nem lesz. Rajtunk múlik. Akkor ezért vállalunk gyerekeket, hogy átpasszunk, nem. nem? Hogy bennük lássunk értelmet, nem? ha nem, ezt a gyerek önmagában nem adja meg. Néznek meg azokat a családokat, ahol szellemileg e, nincs rend, és a gyerekek pótszerek. A gyerekek bármiféle módon, de csak, de csak kiegészítői, hangsúlyozói lehetnek annak a rendnek, ami a szülőkben van, vagy a családban van. A gyerek önmagában feladat, felelősség, szeretet, rengeteg minden, de a létezésük nem ad értelmet, és nem is veszi el. Annak belül kell megszületni. A gyerek ezt nem adhatja meg. Kiterjeszti azt, ami már van. Ha már van értelme az életednek, a gyerek hozzátesz. Ha nincs értelme az életednek, a gyerek elvesz belőle. Nézd meg. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Vajon egy karma, az arcmemória hiánya, ami rendkívül sok kínosan mulatságos helyzetet okozott már Nem Igen, életem, karma. Én a névmemóriáról tudnék beszélni, hogy mennyire nem emlékszem. Arra sem. Az már együtt egy kicsit súlyos. Tehát az, hogy tudod, hogy láttalak, láttalak, tudom, hogy hol, de nem tudom a nevedet, ez még mindig jobb, hogy beszélgetsz, és öt perc után derül ki, hogy basszus kulcs, ezt ismerem. Okay. Nem csak, hogy ismernem kéne, már rég mondanom kellett volna nevét, de nem jön. És az arca se. Te valahol belül ott motoz, mint a kis motozó pocok. Na, ez a memória, ez a szelektív memória. Általában akkor nem emlékszünk valamire vagy valakire, akit ugye kéne, hogy valami okból el akarod felejteni. Tehát, hogyha leválasztod a nevet a formáról, vagy az arcot a névről, vagy a nevet az arcról, az azt jelenti, hogy az elméd ezt le akarta fejezni. Csik. És hogyha ez szokássá válik, akkor ez akkor is előfordul, amikor nem kéne. Tehát te szeretnél emlékezni, de te megtanultál felejteni. És az illető név és forma, náma rúpa szanszkritul, Két darabban van a tárházban. Az egyik a név, csak egy névsor, mint véset a márványfalon. A másik a forma, a test, aminek nincs neve, az arc, amihez nem párosul identitás. És akkor nem tudsz a teljesre emlékezni. Én nagyon jókat beszélgetek emberekkel. Tudom, hogy ismerem, tudom, és nagyon kedvesen, nagyon jókat beszélgetünk, és utána, ha velem van az én hites uram, akkor megkérdezem, hogy tehez ki volt. És akkor megmondja, hogy az a patikus nő, akihez járunk öt éve. Csak nem azon a helyen láttam, ahol hozzászoktam. Szerintem te postagalam voltál az előző életedben. Ugyanis azok csak úgy tudnak működni, hogy a ketrecük mozdulatlanul azon a helyen van, ahonnan elrepültek és hogyha akár pár száz méterrel arrébb van téve a ketrec, akkor nem találnak haza. A réginek a helyek körül ott köröznek szerencsétlenek, és nem tudnak leszállni, mert nincs meg az, ahonnan elindultak. Ha viszont ugyanazon a helyen van, akkor csinálhatnak velük bármit, brutális kísérletek voltak a mesterséges planetáris égtől kezdve a különböző mágneses vonalakig, meg tájakig, meg minden, és mindig visszataláltak, de csak akkor, hogyha a ketrec a helyén volt. Úgyhogy nálad van egy eredet probléma, hogy nem tudsz az eredethez visszatérni. Ezt kell gyakorolni. Belül visszatérsz a karma eredetéhez, és akkor visszatérsz ahhoz a pillanathoz, amikor először találkoztál az illetővel, mert akkor még tudtad. Akkor bemutatkozott. Akkor még emlékeztél. Utána már nem. Volt egy mechanizmus, amikor leválasztottad a nevet a formáról, és ezzel lefejezted. Oké? Okay? Igen, köszönöm. Szívesen. Tiszta tudat, rendes ház. Erre emlékezzünk. Ki van írva egy csomó helyre? Mész való? Ugye mi osztálytársak voltunk középiskolába, És, és ez aztán felnőtt... is így emlékszik? És ő nem emlékezett rám. Tehát Lát, ez már ott kezdődött, de felnőtt korunkban találkoztunk, és bemutatkoztam, hogy én ki vagyok, és három hónap múlva férjfeleség voltunk. Szerintem ez volt a vonzerő egyik nagyon fontos alapelem, hogy látod, hogy a nő tud felejteni, akkor nagy bajod nincs. <laughs> Lehet. Vagy lefejezett engem már középiskolában, de hát újra megjöttem. Szerintem csak elcsavarta, ahogy látom. <laughs> az egy áldás, amikor tudunk felejteni. Tanuljuk meg, hogy azt kell elfelejteni, amire nincs szükség, és akire már tényleg nem kell emlékezni, hogy ne lidérces álmokban jöjjön elő az, akivel már nincs dolgod, de még mindig nyomod, még-még-még mindig az elme tolja, ugye? Vagy pedig az ellenkező, hogy mondod, hogy szívem, öt éve járunk a patikushoz. <laughs> Jó? És ez, ez mind olyan, hogyha egy kicsit az elmének a spontán, Autonóm beidegzettségeit, folyamatait egy picikét tudod mérsékelni, és a meditáció erre alkalmas, akkor ez le fog állni. Tehát leállnak az ellenkező irányú folyamatok is, amikor nem tudsz az emléktérből kitakarítani olyan embereket és dolgokat, akiknek már rég nincs ott dolguk. Most gondold el, amikor egy mechanikus munkát végzel, mosogatástól a vezetésig, milyen szeméttelep gyűlik az elmédben, mert az emléked, az állandóan a felszíne dobja azokat az eseményeket, mindent, amire már rég nincs szükség, de valamilyen duális tapasztalat kapcsolódik hozzá. Nagyon jó volt, nagyon rossz volt, nem volt elég, túl sok volt, és akkor ezt az emlékezeted, a nyolcadik szint a rendszerben, aki az eniránytűt nézegeti, nem tud nyugodni. Mert a hetes, az én csináló, a megkülönböztető, nem tudja lezárni a kaput és nem tudja azt mondani, hogy erre most nincs szükség. Nálad az van, hogy fordítva, szükség van rá, ott a hely, de nem jön föl. Le van vágva, és a memóriában két helyre van téve. Amikor hitest társad emlékeztet rá, akkor újra összekapcsolódik a név és a forma, és egyben van. Tehát ez egy tudattalan folyamat, ha erre rálátsz, megszünteted az ezzel való azonosulást, meg fog szűnni. de akkor vigyázzál, mert mindenre emlékezni fog. Beszéltünk arról, hogy az embernek törekednie kell arra, hogy a házastársával a kompromisszum, a problémák meglegyenek oda, mert ugye a gyereknek család kell, apa kép kell, de szerintem ezt nagyon sokan tapasztalják, hogy a mai világban, na, Szóval anyának lenni idézőjelbe könnyebb. Az anya, amikor megszüli a gyermekét, gyakorlatilag megszületik az anya is. Viszont a mai világban mi úgy veszük észre a korosztályunkba, hogy az apák valahogy nem születnek meg a gyerek születésével. Hihetetlen történeteket hallunk, ismeretségkörben, hogy milyen zsarnoki lét, és gyakorlatilag egy megsemmisítésre törekvő férfi jellem van egy adott családba, hogy szép, a szép meg jó nő arra törekszik, hogy ezt az egészet valahogy harmóniává meg meglegyen az apakép, de mi az a határ, amikor már ennek az apaképnek nem szabadott lenni, mert torzítja a gyermeknek a jellemét? Például itt van a saját magam példája. az én szüleim elváltak négy éves koromba, édesapámnak alkohol problémái voltak, utána még évekig átéltem dolgokat, de bennem pont azt szülte meg, utána az egész életemet áthatotta az, hogy én soha nem fogom ott a gyerekeimet, és nem fogom elkövetni azt, amit én mondjuk még gyerekkoromban láttam, és valahol hálát adtam édesanyámnak, hogy megmerte lépni azt a döntést, hogy két gyerek Kell, de elvált és egyedül nevelt föl minket. Ugye, vannak olyan toxikus kapcsolatok, ahol már nem is akarják a kiutat keresni, tehát elválnak. De amíg helyesen látjuk csak egy picit a karmát, és így magunkat is, addig esélyt adunk a változásnak belül, hogy megmenthessük a családot, a párkapcsolatot kívül. És van olyan, hogy az ember eltorlaszolja a saját útját. Ez akkor van, amikor a személyiség egóvá válik, és az ideái fixek lesznek, nem lát változásra lehetőséget, és így a nézetei ráfeszülnek a karmára hézagmentesen, mint celofán a bontott csirkére. És hogyha a tudat terét kitölti a karma, akkor hallasz ilyeneket, hogy nem volt választási lehetőségem. Lett volna, csak a terednek nagyobbnak kellett volna lenni, mint a karma, ami kitölti. A tükrödnek erősebbnek kellett volna lenni, hogy ne tapadjon rá az élmény. Ne azonosulj vele. És hogyha ez nincs meg, akkor tényleg nem volt más lehetőség. Csak így tehettem, csak ezt mondhattam, ilyeneket hallasz. Mert nem adta meg magának. Tehát kifutott a szellemi lehetőségekből, és ez a férfiaknál igen nagyobb probléma, mert az elmének a kreálmányait, főleg a gondolatainkat mi férfiak sokkal jobban elhisszük. És van olyan, hogy a férfi túlmegy a javíthatóság pontján. És hogyha a nő ezt nem tudja, mint feleség és anya végrehajtani, mert nagyon gyakran nem tudják, mert elnézést nincsenek meg az eszközeitek akkor a férfit mielőtt kimondja azt a borzalmas szót, hogy elválok tőled, mert menthetetlen vagy, küldje el a férfi csoportba. Például az alkoholisták anonim egyesületébe, ahol egy alkoholfüggőt még más férfiak, nők is vannak ott, de nagy férfiak, tudnak egy kicsikét gyógyítani. Vagy hogyha szellemileg még művelhet, akkor küldje el egy olyan helyre, egy csoportba, ahol szellemileg egy kicsikét javítanak az emberén. Tehát túl kell látni a családon ahhoz, hogy a családi karmát javítsuk. Meg kell haladni a család kötelékeit ahhoz, hogy a családban rendesen tudjunk kötődni. Értjük? Ezért van szükség olyan közösségekre, olyan csoportokra, ahol szellemi, lelki szinten foglalkozunk a családi karmával, anélkül, hogy kibeszélnénk egymást. Tehát a meditáció erre alkalmas, egy meditációs közösség természetes közege ennek, hogy ébredjünk föl és segítsünk másokon. És nincs olyan karma, ami ne lenne gyógyítható, de olyan van, hogy az ember föladja. Tehát csak akkor válik gyógyíthatatlanná, ha föladta. Egyébként nem. De ha nincs remény, ha nincs kiút, ha nincs kilátás, ha nincs irányvétel, akkor fel tudjuk adni. Nincs perspektíva. Elvész a remény, elvész a tetterő, és így elvész minden. Úgyhogy neked ez volt a karmád, mert minden, ami 0 és 7 éves kor között van, az egy teljesen automatapilóta. A rákövetkező 10 év már egy kicsit könnyebb, ott már ugye 7 és 17-18 között már nagyobb beleszólásod van az életedben. 12-nél megint van egy ugrás fölfelé, mert a tudatosság is több lépcsőben következik be, ahogy az életre egyre jobban rájössz, hogy ez micsoda. És ez a karma is gyógyítható, például te hogy ezt nem fogod megcsinálni. És biztos, hogy rengeteget változtál azért, hogy ez ne így legyen. Utolsó kérdés. A meditáció nem sikerül nekem, mivel arra fogom, hogy két kis gyermekem van, és nincs időm, a makadságot szeretném levetkőzni valahogy. Kell egy harmadik. Az terve van. Tehát akkor látod meg, hogy két gyerekem mennyi időd volt. Aha. Aha. És ha virtuálisan egy harmadikat oda képzelsz, akkor annyi időd lesz a kettővel, hogy azonnyomban egy órával korábban felkelsz, és megcsinálod a meditációs gyakorlatot, hogy jobb anya légy, hogy jobb feleség légy, hogy jobb kollégina, főnök beosztott légy. Ha tisztában látsz, akkor ezeket a szerepeket, avatárokat sokkal jobban tudod megtestesíteni. Nem eljátszuk, hölgyeim és uraim, nem színészkedünk, bár azt mondták, hogy színház az egész világ. Valóságot teremtünk, és ezt a valóságot egymásnak teremtjük. És hogyha ezt észreveszed, akkor a meditációs gyakorlat egy ugyanolyan természetes és felelősségteljes dolog lesz, mint az, hogy legalább naponta egyszer bemegyünk a fürdőszobába, de inkább kétszer. Jó? Ha a testünket tisztán tudjuk tartani, akkor a tudatot miért ne? Mert nem látható, nem hallható, nem elgondolható attól a minősége nagyon gyorsan megmutatkozik abban a pillanatban, hogy megszólalsz, megmozdulsz, elgondolod, vagy érzel bármit. Úgyhogy mindennapi mentálhigiénénket ad meg nekünk ma. És az egy órával korábbi fölkelés azt jelenti, hogy a helyi közösségben elsajátított és hetente egyszer gyakorolt meditációs formát te minden nap a tantienetbe tűröd bele köldök alatt két újjal ott van az az akarat, amelyik minden nap fölkelt téged, ahogy a most hallható gyönyörű bébinek az édesanyja, aki a feleségem elnevezett engem Mr. 440-nek, mert mindig akkor, supp, apuka eltűnik, de azért tűnik kell, hogy aznap is jobb apuka legyen. Én azt kívánom mindenkinek, hogy a meditációs gyakorlatot a mindennapi élet részeként gyakorolja, úgyhogy ő nem lesz más ember, csak ez az ember lesz jobb, aki most velem szemben ül. Már tudhatjátok, hogy nem kóreai buddhistákat képzünk, hanem embereket szeretnénk a tudatosság és a megvilágosodás skáláján fölfelé emelni, amennyire ezt a saját erőfeszítésetek alá támasztja. Másképp nem. Megköszönöm a figyelmet, megköszönöm a kitüntető jelenlétet, és kívánom azt, hogy mindannyian haladjunk előre az úton, érjük el a felébredést, és szabálítsuk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!